Most akkor Arató Gergely képviselő úr jön, parancsoljon. Köszönöm szépen, akkor meg sem említem szószóló urat, de mégiscsak, mivel a jelentés érinti a magyarországi romák helyzetét is, engedje meg elnök úr, hogy erről azért pár szót szóljak. Tisztelt ház, az a helyzet, hogy természetesen lehet olyanokat mondani, hogy korábban a romák nem dolgoztak, de bezzeg most mennyire jó nekik, és mennyire sokan dolgozhatnak közülük. Csak hát mindannyian tudjuk, hogy mi a valóságos helyzet. Tudnivalik az, hogy a magyarországi romáknak egy jó része az közmunkaprogramokban dolgozhat. Olyan közmunkaprogramokban, amik a semmiből a semmibe vezetnek, amelyek nem biztosítanak belépést a munkaerőpiac piaci szegmensébe, és ráadásul amelyek kiszolgáltatottá teszik ezt a réteget, ezeket az embereket attól, hogy éppen a magasságos kormány mennyi közmunkás helyet biztosít egy-egy önkormányzatnak, vagy most már vállalkozónak is, és hogy éppen az adott önkormányzat kinek ad munkát ebből a keretből. Ez nem a felszabadítás, az emancipáció, az egyenlő esélyek, hanem a függés, a leszakadás és a nyomor tartósítása irányába vezető út. Én azt gondolom, hogy ha beszélünk a romák munkaerőpiacáról, akkor erről kell beszélni. És arról kell beszélnünk, hogy a romáknál is jellemző az a folyamat, ami a magyar társadalom egészére, hogy azok, akik piacképes, versenyképes tudással rendelkeznek, vagy megfelelő szakképzettséggel, vagy csak kellően kalandvágyúak, azok elindulnak ebből az országból. Ez a romákra ugyanúgy jellemző, mint a nem romákra. Elvesztjük a romák esetében is egyébként a legtehetségesebb fiatalokat, a roma értelmiségnek, a végre kiépülő roma értelmiségnek az utánpótlását azért, mert elmennek olyan országba, ahol nem vágják az arcukba, hogy Magyarország a magyaroké, és elmennek olyan országba, ahol egyébként tisztességesen meg lehet élni a tisztességes munkából. És hogyha valaki, és nem neveztem szószóló urat, esetleg veszi a fáradtságot magának, és beszélget azokkal a romákkal, akik a versenyszférában dolgoznak, akkor hallhatja tőlük azt, hogy mennyi nehézséggel, diszkriminációval néznek szembe a munkaerőpiacon. Ezek azok az ügyek, amikről itt beszélni kellene, hogyha a romák helyzetéről beszélünk. Hajdú László képviselő úr is mondott erre példát. Én azt gondolom, hogy annak, hogy a homokba dugjuk a fejünket, és együtt énekeljük itt körbe-körbe, hogy minden nagyon szép, minden nagyon jó, annak nem sok értelme van. Mert ez nem segít a magyarországi romákon, és nem segít ezen az országon. Köszönöm szépen!